Tabella szempontjából inkább a zöld-fehérben játszó vendég Nyúlnak volt fontos az utolsó forduló az őszi szezonban, amit János Somorján rendeztek, hiszen a vendégek még megszerezhették akár az ötödik helyet is, hatodik pozícióból várták ezt a találkozót, a miénk pedig biztosan kilencedikként zárnak a találkozó végkimenetelétől függetlenül, ez azért némiképp elmarad az előzőleg várttól. Az első percben rögtön a vendégek egy akciója, rigolódul meg két védővel a nyakán, lövését Bári hárítja, nagyon csúszott a füvéig, szakadt az eső a mérkőzésen, az elemekkel is meg kellett birkozni a feleknek. Forrás hatalmas felső kapufája. A tizedik percben könnyen vezethetne már a Nyúl 1-0-ra, helyzeteink sincsenek a mérkőzés első felében. A következő akció megint a zöld-fehérek neve mellett. Rigolódul meg, másodszor kerül már Zitzerbe, ezúttal is Bári a végállomás. Ez a 25. perc. Nem nagyon tudjuk a vizes füvön felvenni a pozíciót a védőkkel szemben. Egy jó elfutása bal oldalon, van egy érkező ember középen, de szerencsére Kompis visszazár. Ő menti meg góltól a János Somorját, nagyon-nagyon érik a vendég találat. Egy szöglet, Báriban még elakad a labda, aztán üggyelbajjal hárítanak a többiek. Ez még szintén a 25. perc eseménye volt. Majdnem fél óra telik el az első valamire való János Somorjai helyzetig. Hegedűs lódul, megleráz magáról egy védőt, aztán megpróbálja kihasználni a vizes füvet. A gyenge lövés megcsúszik, de aztán Varga hárítani tud, bár el is botlott a kapus a keresztmozgás közben. 4 perc volt már csak hátra az első fél időből, egy rossz helyre kifejelt labda, ezt már Varga Zsolt bünteti. Helyzetek tömkelegét dolgozta ki az első fél időben a Nyúl gárdája, így nem érdemtelenül szerezték meg a vezetést, nem tudtuk kivédekezni a teljes első fél időt. Itt látszik, hogy a fejes még jó lenne, de nincs, aki blokkolja a lövést. Varga pedig, ahogy érkezik, egyből lő, Bári még takarásban is van, nem láthatta, hova érkezik a labda, ezt nem lehetett védeni. 3 perccel később a második János Somorjai támadás mindössze az első fél időben. Sebő kap jó labdát, felnéz, és úgy látja, hogy Varga egy kicsit kinnál, és milyen igaza van. Tökéletes a kivitelezés. Nem lapos a lövés, hogy csúszson, inkább egy szemfüles megoldás. Korábban is láttunk már ilyet például Szalkától. Teljesen tudatos a mozdulat, és Varga nem foghatta, épp ennyire állt kinn a kapus. Sebők 6. gólját lövi a bajnokságban, és ezzel újra feltámadnak a János Somogyai remények. Legalábbis így jöttünk ki a második félidőre. Abból csak egyetlen perc telik el, amikor Bári Forrás elé üti a labdát. A védés még rendben lenne, de hát ilyen közelről Forrás nem hibázza el. Az első félidőben volt már egy bődületes felső kapufája. A Nyúl egyik legjobb embere volt ezen a találkozón, a szőke fiatalember. Két ember is üresen érkezik az ötös magasságában, nagyon rossz a helyezkedés hátul. Ez a maximum, amit Bári ki tud hozni a helyzetből. Forrás pedig büntet. 2-1 oda, másodszor is vezette hát a vendégcsapat. Na most sem olyan sokáig, Furman középre néz, nagyon pontos a beadása, Tóth pedig egyből elhelyezi Varga mellett. Nem sokat teketóriázott, ha lekezelte volna a labdát, beérik a védők. Így azonban rögtön a válasz. A második védő 5. percében hajszál pontos a beadás, Tóton ott vannak a védők, de pont a lábára érkezik a labda, és egy boka mozdulattal elteszi Varga mellett. Tóth Kristófnak ez az 5. gólja volt az idei szezonban, és másodszor egyenlít már a találkozón a János Somorja. Meg is zavarodik ettől a vendégcsapat egy kicsit. 26. perc, nem nagyon tudnak felszabadítani, és Salamon majdnem abból a pozícióból lőhetett, amiből Varga Zsolt gólt szerzett az első fél időben. Salamon lövése célt téveszt. 1 perccel később újabb János Somorjai akció, szintén egy nyúli védelmi hibából, egymást hozzák nehéz helyzetbe a védők, aztán Sebők majdnem úgy szerez gólt, hogy nem is lő, hiszen a védő pattintotta a lábára a labdát, Varga Pétertől az éppenséggel be is mehetett volna, de nincs János Somorjai előny, van viszont egy nyúli ellentámadás. Fél órája tart a második játékrész, amikor egy távoli lövésből Bári megint verve, a csereként beállt Kis Zoltán nagy erővel leadott lövését nem tudta hárítani Bári. 3-2, megint a Nyúl vezet. Itt látszik, hogy elég messziről érkezik a lövés, talán látja is Bári azt, hogy hova jön a labda. Annyira nem takarták most a védők, de olyan erős és olyan pontos a löket, hogy nem lehetett fogni.
megint ott az előny már harmadszor tehát a találkozón. És innentől a Nyúl megint átvette a kezdeményezést, sorra dolgozták ki a helyzeteket. Nem tudunk tisztázni a 16-oson belül, Bári óriásit véd. A rövid felsőbe befért volna ez a lövés. És egy perccel később egy újabb támadás a zöldfehérektől. A széleken nem tudtuk szűrni ezeket a támadásokat. Nagyon sokan hátul vagyunk, mégis pontos a centerezés, és Bárinak lábbal kell hárítania. Két Nyúli támadó veri meg a teljes János Somorjai védelmet. 5 perc volt már csak hátra találkozóból, amikor megint kontrát vezethetnek a vendégek. 3 támadó, 5 védő, aztán jön egy negyedik támadó is, és a lövést Bári hárítja. Ugyanaz történik, mint Forrás gólja előtt, csak most Kószás az érkező ember. Annyi a különbség, hogy az asszisztens Les miatt felemelte a zászlót, így nem lett 4-2 a találkozó végeredménye. Nem tudtunk már újítani a harmadik Nyúli találat után, kétszer hiába álltunk föl vesztett helyzetből. A helyzetek és a mutatott játék alapján megérdemelten viszi a János Somorjáról a 3 pontot a Nyúl, és egy helyet javít a tabellán, itt már az 5-ek. A mieink maradtak a 9. pozícióban, és ennél azért több kell hazai pályán mindenképpen tavasszal. Az időjárás rányomta a bélyegét a mérkőzésre. Szerintem mind a két csapat apait, anyait beleadott, természetesen alkalmazkodni kellett a talajhoz, és ez nagyon sok erőt kivett. Úgy gondolom, hogy azzal tudtunk nyerni, hogy 3-szor is vezetést szereztünk, és a Jánosnak elvitte az erejét az állandó eredmény utáni futás, föl kellett ívegetni, jönni kellett nekik támadni, és az ellentámadásokból tudtunk eredményesek lenni. Nehéz mérkőzés volt, ugye irreális körülmények között csúszós, mély pálya, az dominált, illetve az volt az alapvető, hogy ki fog tudni jobban alkalmazkodni ehhez az ilyen körülményekhez. A küzdőszellem, a Nyúl sajnos többször be tudta erőtetni a mi kapunk elé a labdát, mint mi. Ezzel sajnos több gólszerzési lehetőségük volt, úgyhogy mi nem tudtunk sajnos annyiszor eredményesek lenni. Első fél időben például 2 rúgtunk kapura, abból viszont 1 gól lett. Tehát a pályához való jobb alkalmazkodás döntötte el. Küzdöttünk, mentünk, próbáltunk, de sajnos ez ma erre volt elég.